Jó estét kívánok! Ez a művész bejáró. Gálaestet szervez a Vakok és Gyengén Látók Békés Megyei Egyesülete. A rendezvény apropójáról és a szervezet működéséről beszélgetünk tegeződve Szabó Alexandrával és Ádász Istvánnal. Sziasztok, köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. Sziasztok, köszönjük szépen, mi is. Lehet, hogy még mielőtt az apropóról beszélgetnénk, hozzád fordulok, Isti. Több rendezvényt szerveztek egy évben. Milyen szempontok szerint állítjátok össze például a farsangi bál menetrendjét? Úgy szeretjük mostanában a farsangi bálokat készíteni, hogy a tagjaink is részt tudjanak benne venni, illetve egy könnyed, laza, vidám hangulatú műsor legyen, ahol gyakorlatilag majd, hogy nem minden korosztály élvezi magát a rendezvényt, és szeretnénk, hogy mindenki jól érezze magát. Több rendezvény is van, ugye, mint említettem, ezeknek mi a célja? Ugye szeretnénk erősíteni az összetartozás érzését, és az, hogy nincsenek egyedül, bátran jöhetnek hozzánk, és gyakorlatilag teljes életet tudnak élni a látássérültek is, hogyha kihasználják azokat a lehetőségeket, amelyek adódnak. A Fehérbot napja alkalmából is egésznapos lehetőségekkel látjátok el a résztvevőket. Az ilyen jellegű programokról milyen visszajelzéseket kaptok? Általában nagyon jó visszajelzéseket szoktunk kapni, hiszen aki ott van a rendezvényen, az tapasztalhatja a meglévő tárgyi eszközök, illetve a segítségnyújtás fejlődését, és hát ha lehetősége van, akkor ezeket ugye ki is használják. Talán ezt mindkettőtöktől kérdezem, hogy úgy egyébként maga az Egyesület miben tudja támogatni, segíteni azokat, akik jelentős mértékben elvesztették, vagy csökkent a látásuk pontosabban? Hát ugye abban tudunk segíteni, hogy egy közösséghez tartozhat, ez a legfőbb dolog, illetve több partner szervezetünk van, partner kapcsolatunk, például a Kreatív Formák is, illetve a többi társegyesület, ahol elemi rehabilitációt tudnak igénybe venni, számítógép oktatást, közlekedés tanítást, minden nap élettel kapcsolatos dolgokat, és itt ugye az a fontos, hogy a megmaradt látásra alapozva készítik elő, hogy milyen feladatokat, milyen dolgokat tud elvégezni a látássérült. Mint rendezvényszervező, hozzád fordulok, Alexandra. Milyen kihívásoknak, milyen pontoknak kell megfelelni egy-egy ilyen rendezvény szervezésénél? Úgy gondolom, hogy nagyon sok szempontnak kell megfelelni. Elsősorban ugye a Vakok és Gyengén Látók tagjaink számára egy olyan rendezvényt szervezni, ami az ő szemszögükből lehetőségek adottak számukra. Volt, aki esetleg a csatlakozás előtt, vagy a rendezvényeteken való részvétele előtt teljesen bezárt volna lelkileg? És mondjuk pont az Egyesület nyitotta őt ki. Voltak ilyen emberek, és akit sikerült megtalálni és elcsábítani, idézőjel gondolom ezt az elcsábítani, de bevonzani a rendezvényeinkre, megtapasztalja, hogy milyen élet van nálunk, akkor azok általában el is szoktak jönni tovább. Tehát a jövőben is részt szoktak venni a rendezvényeinken. A léleke fajta kitárulkozását azért a színházi látogatások is erősítik, rendszeresen jártok színházba is. Hogyan élheti meg egy látássérült a színházat, mint élményt? Hát én gondolom, hogy mivel hogy a Jókai Színház Egyesületnek, vagy a Jókai Színház segítségével egy olyan program valósulhat meg az Egyesület tagjai számára, akik a mindennapokban akár egy színházi előadást is megtekinthetnek, sőt nem csak egy színházi előadást, hanem kulisszai járást is meg tudnak tekinteni a rendezvény program előtt. De még itt annyit hozzátennék, hogy ugye a színházban narrációval ellátott előadások vannak, ahol ugye Komára Menet művésznő szokott nekünk narrálni általában, és ugye amit a Alexandra is mondott, hogy kulisszajárás van, tehát a darabok előtt fölmehetünk a színpadra, megtapogathatjuk a díszleteket, a ruhákat, egy-két művésszel is tudunk beszélgetni, tehát a színházi élmény teljesebb, komplettebb, komplexebb lesz. A
Békés Csabai önkormányzat előző év december 7-én rendezte meg a hagyományos adventi jótékonysági koncertjét a belvárosi katolikus templomban. Az Egyesület volt ugye az egyik kedvezményezett, az összegyűlt összeget mire sikerült költeni, mire szántátok, illetve mit üzenez nektek ez a fajta támogatás? Még egyszer meg szeretném köszönni az önkormányzatnak ezt a lehetőséget, hogy nekünk ajánlotta föl a összegyűjt összeget, illetve Gubik Petrának is, hogy részt vett ezen a rendezvényen, és ugye már ott akkor is elmondtuk, hogy ha sikerül, akkor egy a egyesületünk 20 éves megalakulásának évfordulójára csinálunk egy koncertet a Jókai Színház Vigadó termében, hogy egy Érdi Tamás Liszt-díjas, Prima Primissima díjas vak zongora művész előadása lesz majd most május 13-án 17 órai között. Akkor a Jókai Színház Vigadó termében. Nagyon sokan segítettek benne, Szabó Tibornyi, Katika, Varga, Gézelni Erika, Bokor József, irodavezetőnk, meg sok-sok-sok-sok ember. Nem is tudom mindenkit elmíteni, de nagyon szépen köszönjük mindenkinek, aki ebben segített. És hát ugye egyeztetni kellett időpontot, helyszínt, az, hogyan menjenek el a meghívók, milyenek legyenek a plakátok, kiket hívjunk meg, mert ugye eléggé ugye véges a befogadóterme a Vigadónak, és szeretnénk most azoknak is kedvezkedni, akik ugye ezt az egyesületet akár ezen a jótékonysági koncerten is támogatták, illetve amúgy is régóta támogatják az egyesületet, partnereink, illetve itt majd ki fogunk osztani jubileumi emlékplaketteket a Békés megyei vakokért nevű plakettünket, majd ott a ünnepeltek, a díjazottak majd meg fogják tudni, hogy kik azok, azt hogy előre nem áruljuk el. Persze. Pontosan, de úgy gondoljuk, hogy egy nagyon jó és színes programmal fogunk kedveskedni mindenki számára. És Érdi Tamást azért nem először hívjátok már meg a gálára. Ő milyen visszajelzéseket szokott adni ezekről a rendezvényekről? Szereti ezeket a rendezvényeket, úgyhogy ő klasszikus művész, és gondolom én, hogy ő is szeret lejönni ide Békés Csabára, hát igaz, legalább már vagy 5 éve nem volt itt, de hál' Istennek sikerült újra elhívni, és el is fogadta a meghívásunkat, ami még többet jelent, és én remélem, egy nagyon színvonalas, szép koncertet fog nekünk adni, illetve az érdeklődőknek. Uh-huh. És ezt szeretném mondani, hogy maga a koncert az ingyenes. Uh-huh. Ha maga a gála lemegy, utána milyen szervezési feladatokba vágtok bele? Mi vár még rátok? Készülünk pár programmal az egyesület tagjai számára. Az elsősorban a június 25-től 28-áig tartó kirándulás lesz Sopron, illetve Ausztria megtekintése, Mária Czell kegyhely megtekintése, illetve Eisenstadt Kismarton, Eszterházi kastély terem megtekintése. Mi lesz még ezen kívül? Hát lesz a júliusban a Ki mit tud verseny, erre még időpont pontosan nincsen, de folyamatban van a program megszervezése. Ugye ez a tagoknak van, saját magunknak előadunk különböző dolgokat, verset, mesét mondanak, vidám jeleneteket adnak elő, zenélnek, tehát tényleg ilyen kis laza, egy kis lecsó főzéssel együtt. Ó, erősítitek a közösséget. Igen. Így van, ez a célunk. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Mi is köszönjük a lehetőséget. Jöjjenek a hét kulturális hírei. A megszokott profi és amatőr kategóriák mellett idén a makró kapott külön kategóriát. Az már a hagyomány része, hogy évről évre egy tematikus műfaj kerül megjelölésre. Domján Endre, a Baranya vármegyei SC Simonyi Károly szakközépiskola fotográfus szakoktatója elmondta, hogy a legjobb képeket állították ki Pécsen, most pedig Békés Csabán. 1100-nál több kép érkezett, és ebből a legjobb 100 képet láthatjuk itt kint.
Én azt gondolom, hogy a képi kultúrájuk ezeknek a fiataloknak szerintem nagyon-nagyon fejlett és kialakult, és mi nagyon büszkék vagyunk arra, hogy ilyen képi kultúrával, képi világgal rendelkeznek ezek a fiatalok, hiszen középiskolásokról beszélünk, akár 14-15 évesekről is beszélhetünk, a fiatal felnőttig bezárólag. A BSC Szent György Albert Technikum fotográfus oktatója és az esemény házigazdája Imre György kiemelte, hogy nem tudna választani egy-egy kedvenc képet, hiszen mindegyiknek megvan az erőssége. Ami talán a legbüszkébbek vagyunk, hogy a Vándor Serleget már harmadik alkalommal tudhattuk elhozni gyakorlatilag. Ez a Vándor Serleg mindig a legsikeresebb iskola kapja meg. Most, hogy 31 munkával vagyunk bent, így gyakorlatilag az országban ilyen téren a legtöbb képet mi adtuk ehhez a kiállításhoz. A fotó és a diákok alkotásainak ünnepeként jellemezte Varga Tamás, Békés Csaba alpolgármestere a kiállítást. Köszöntőjében kiemelte az oktatás és az oktatók fontosságát. Én követem az eseményeket, akár a Facebookon, akár személyesen. Látom, hogy milyen pezsgő élet zajlik, milyen hangulat van. Gondolom, ezt ti is így látjátok, hiszen jelen vagytok Békés Csaba mindennapjaiban, az alkotásaitokkal, az eseményeken való megjelenésekkel, hiszen az oktatók gondoskodnak arról, hogy terepen is úgymond meg tudjátok mutatni tudásatokat. A makro kategória első helyezettje egy Békés Csabai diák lett, de a profi harmadik és a makro harmadik helyezést is a Szent Györgyi Albert Technikum tanulóihoz került. A rendezvényen a megjelent kórustagok közös énekléssel köszöntötték a szakmai zsűrit, amelynek tagjai ezúttal Dohány Gabriella, Almainé Szabó Gabriella és Szákkocsis Péter voltak. Én rockkoncerteket szervezek. Képzeljétek el! Ezután az intézmény igazgatóhelyettese köszöntötte a megjelenteket, majd felhívta a figyelmet a zenei műfajok közötti átjárhatóságra és hasonlóságokra. Az idei találkozón 7 kórus mutatta be tudását. A Csaba Gyöngye Kulturális Központ munkatársa, a zenei rendezvény főszervezője hangsúlyozta, az intézmény célja, hogy segítse a fiatalok közösségi művészetek iránti fogékonyságát. Békés vármegyei általános és középiskolák adták le jelentkezésüket a hangversenyre. Egy országos minősítő rendszerben mérettetik meg magukat, úgyhogy valamivel több, mint egy egyszerű találkozás ez a mai nap, viszont nem versengés, hiszen mindenki valamilyen minősítést, arany, ezüst vagy bronz fokozatot szerezhet, és ahogy hallottam már így a próbák során, meg amennyire figyelemmel kísérem a kórusok és a karvezetők munkáját, ebben egészen biztosak vagyunk, hogy ma szép eredmények fognak születni. Tóth Olga énekzene tanár szerint örömteli kihívás a megjelenő diákokat zeneileg egy új szintre kalauzolni. Nagy fába vágtam a fejszét, mert általános iskolás gyerekekkel, akik még nem énekeltek több szólamba, bizony nagyon nehéz ezt a célt elérni. Hát műveinkbe szerepelnek egy ilyen rövid kis bevonulójének, egy népdalcsokor, ahol egy népi furujás fog furujázni, egy kétszólamú lengyel népdal, egy L'inverno è passato. A Magyar Kórusok és Zenekarok Szövetsége Kóta Ifjúsági és Zenepedagógiai Szakbizottsága által meghirdetett éneklő ifjúság minősítési hangversenyt a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával tartották meg. A szülők a program alatt tárlatvezetésen vehettek részt. A Gajdács Tanyát, valamint a Csókási Szélmalmot mutatták be nekik történelmi és néprajzi megvilágításban. 12. Tájházak napjához csatlakozott be a Munkácsi Mihály Múzeum, éppen ezért, ami egyébként Szent György napjához is kapcsolódik, Szent György napi kalandozások a Gabona Múzeumban című rendezvényt hirdettünk meg. Itt van minden kincskeresés, kézműves foglalkozás, telefezetés a tanyában, illetve a szélmalomban, valamint lesz egy zenés, mesés műsorunk is, és a végén pedig tombolát fogunk sorsolni. A gyermekek ez alatt már a kincseket keresték, amiről az elsőként minden nyomot fellelő kislány mesélt híradónknak. Találtunk diót is,
Egyiket nagyon nehezen találtuk meg, mert nem tudtuk elolvasni, hogy mi volt ráírva. A Munkácsy Mihály Múzeum természettudományos muzeológusa Váncsak Lára elmondta, hogy népszerűnek mutatkozik a kincskereső játék, ahol a helyszínhez kapcsolódó kérdéseket is meg kellett válaszolni a gyerkőcöknek. Végigvezetjük őket egy kincskereső játék keretében minden helyszínén a Gabona Múzeumnak, és mindent felteszünk egy kérdést, ami az adott helyszínhez kapcsolódik. Elrejtettünk egy termést, ami megint csak az adott épülethez, például a górénál a kukoricát, a malomnál a búzát, meg hasonló kapcsolódó terméseket, és akkor egy jelszót is elrejtettünk. A maga a játék az tulajdonképpen a geocachingből indult ki, hogy mindenütt meg kell keresni valami jelszót. A Munkácsy Mihály Múzeum néprajzos muzeológusa Salamon Edina hozzátette, hogy több hasonló programot is terveznek a Gabona Múzeumban a jövőben. Gazdag csabai nyarat kínálnak a város kulturális intézményei azoknak, akik szeretnének kimozdulni otthonról. Ezzel a gondolattal kezdte a programot beharangozó eseményt Békés Csaba alpolgármestere. Varga Tamás kiemelte, hogy 2013 óta szervezik meg ilyen néven a programsorozatot, melyet tavaly óta a Munkácsy negyed fűz össze. Hogyha nyár, akkor rengeteg programot kínálunk majd a Békés Csabaiaknak, az ide látogatóknak. Ugye hagyományosan két részre szoktuk osztani a Csabai nyár programsorozatot. Az első etapban úgymond a városházi esték előadásai alkotják a programok gerincét, és azt követően pedig a főtéren, illetve itt a Stégen, valamint a többi kulturális intézmény színterein is várnak majd programok a Békés Csabaiakra. Forczák Győző, a Csaba Gyöngye Kulturális Központ igazgatóhelyettese elmondta, nyáron a Stégre és a teraszra fókuszálnak, utóbbin jellemzően szombatonként lesz elektronikus zene, a Stégre pedig hetente két koncertet szerveznek. Szerencsére nagyon-nagyon sok programmal készül mindenki, és lesznek azért olyan estek és napok, amikor elkerülvén az ütközéseket, alkalmazkodnunk kell egymáshoz, úgyhogy ez most idén egészen jól kibontakozik, és egy jó tapasztalat is lesz, hogy ez hogyan zajlik. Rengeteg program lesz a nyár folyamán Békés Csabán, úgyhogy nagyon nagy szeretettel várjuk az érdeklődőket. A Békés Megyei Könyvtár igazgatója Juhász Zoltán ismertette a nyári kínálatukat, amelyben az ünnepi könyvhét, kiállítás megnyitók, könyvbemutatók, játékok és kültéri programok is szerepelnek. A szerzők közül pedig Ablonci Balázs történész, Ádám Adrián világutazó, Váhajnak a művészettörténész lesz a vendégünk, illetve második alkalommal megrendezzük a könyvheti borudvart is, ahol felolvasásokkal, zenével színesítjük majd a gasztronómiai élményeket. Lenkefi Zoltán, a Békés Csabai Napsugár Bábszínház igazgatója elmondta, június 22-én avatják fel a teátrum előtt Széri Varga Géza szobrászművész a Köpülő asszony című alkotását. Aznap a múzeumok éjszakáján nyílik a Munkácsy Másképp elnevezésű tárlatuk. Úgy dolgozzuk fel a Munkácsy képeit, hogy ez a gyerekeknek játékosan élvezhető legyen, különböző interaktív gondolataink vannak, és természetesen olyan kis tekerős, bábszínházas játékok, amelyeket egész családok együtt játszva is kipróbálhatnak. A Munkácsy Mihály Múzeum igazgatóhelyettese Martin Emilia arra hívta fel a figyelmet, hogy a muzeológiai programok és a tárlatok mellett a múzeumok éjszakájára kiemelten készülnek, amelynek ebben az évben a gólpassz lesz a tematikája. Továbbra is szívesen tudjuk a közönség számára ajánlani az állandó kiállításainkat. Ugye Munkácsy Mihály egy géniusz diadala, a festőművész életét és művészetét bemutató kiállításunkat, illetőleg a Békés Csaba évezredek idővonalán kiállítást. A sportkedvelői sem maradnak program nélkül. A nyári nagy sporteseményeket, a labdarúgó Európa-bajnokságot és az olimpiát kivetítőkön közvetítik majd. A Csabai nyár rendezvénysorozatot hagyományosan a Békés Megyei Szimfonikus Zenekar koncertje zárja szeptember 25-én a Szent István téren. Nagyon örülök, hogy újra látlak titeket. A darab olvasópróbáján Katkó Ferenc köszöntötte a megjelenteket.
A három sárkány, avagy a három nagynéni című vígjáték Csaholyi Balázsról szól, akinek van három nővére, egy fia és vidéki otthona. A főszereplőnek minden vagyona kifolyik a keze közül, ezért lánytestvérei minden lépését lesik. Csaholyi Budapestre utazik, és olybá tűnik pénzét Léha társaságban veri el. Amikor azonban találkozik egy színésznővel, Annával, fia szerelmével, a dolgok megváltoznak. A három sárkánya vagy a három nagynéni című vígjáték rendezője kitért az író Hunyadi Sándor színházi életére, majd kiemelte, hogy a darab egyik karakterén keresztül szeretné bemutatni a színészi pálya kihívásokkal és munkával, emberséggel teli oldalát. Nekünk a három sárkányban az egyik főszereplőnk az egy színésznő, egy budapesti színésznő. És én mindenképp az emberi oldalát szeretném megmutatni ennek a budapesti színésznőnek. Nyilván mindig az a cél egy előadásban, hogy embert játszunk. Tehát, hogy, és azért is mondtam ezt el az előbb a többieknek, hogy semmiképp nem szeretném karikatúrává tenni ezt a színésznőt. Tehát nem szeretném azt, hogy most egy beképzelt nőt ábrázoljunk a színpadon. A darab jelmez tervezője Kiskata, díszlettervezője pedig Egyed Zoltán, aki hozzátette, hogy a rendező határozott hangulati elképzelésekkel fordult hozzá. Egy nosztalgikus, békebeli, rajzolt, képregényszerű vizuális világot kell a teátrum színpadára tenni. Kulissza színpadot idéző rendszert hoztunk létre, ami lehetővé teszi azt, hogy így a stilizált módon nem meg tudjuk jeleníteni a darabnak a helyszíneit egymás után, és természetesen, hogy ebbe végbe mehessen minden olyan jelenet, ami benne van az előadásban. Hunyadi Sándor, a három sárkány, avagy a három nagynéni című vígjáték bemutatója május 24-én lesz a Békés Csabai Jókai Színházban. A kiállításra Magyarország minden részéről, illetve Aradról és Nagyváradról is érkeznek modellezők. A szervező Békés Csabai Kandó Kálmán Vasútmodellező Egyesület 22 fővel képviselteti magát, köztük az elnökkel, Oszlács Norbertel, aki elmondta, ők is kiállítják a beépített modulrendszerüket. Kimondottan a mi kiállításunkra készítenek egyedi modulokat, tehát a sínrendszert, a kavicsozást, a vágányokat, azt mind-mind az általunk leadott méretek alapján készítik el jelenleg is, és majd hozzák ide, és építjük össze. Mert ezt ugye úgy kell elképzelni, hogy minden egyesület, minden klub megadott méretek szerint készül a kiállításra, és itt Békés Csabán fogjuk össze passzintani ezeket a modulokat, tehát itt fog összeállni az összes klubnak, kiállítónak a modulrendszere. A szervezők legóval, látványmodellezéssel, kvízekkel, illetve egy bütyköldével is színesítik a programot. A MÁV Szolgáltató Központ egy mozdonyvezető szimulátort biztosít az eseményre. Az eszközt pénteken bárki kipróbálhatja, így megismerheti egy működő mozdony irányító fülkéjét. Tavaly megvalósítottuk már a Csaba Gyöngye panoráma termében. Ezt azért fontos kiemelni, hiszen idén egy nagyobb volumenű eseményről beszélhetünk. Tulajdonképpen a Csaba Gyöngyének az egész földszinti területe vasútmodell kiállításnak lesz berendezve. Ennek a központi eleme pedig a több mint 600 négyzetméteres agóraterem. Három napon keresztül jöhetnek az érdeklődők, május 10, 11 és 12-én. Az Agora teremben látható 140 méteres modellvasút, különböző építők alkotása, így a szakaszokon láthatunk többek között hegyeket, völgyeket, városi diorámákat, illetve vasútállomásokat és telephelyeket is. Hevesi Imi zenés gyermekműsorával indult a Ligeti Majális színpadi programja. Már délelőtt 10 órakor tele volt a Körösök Völgye Látogatóközpont olyan családokkal, akik május 1-én itt szerettek volna kikapcsolódni. Azért jöttünk ki, hogy jól érezzük magunkat, együtt legyünk, meg hogy kipróbáljuk a programokat. A Varga család is részt vett azon az olimpiai hétpróbán, amelyet a Békési Kajakkenu Klub szervezett. Mindenféle
ügyesség, illetve erőmutatványok voltak, és volt két elméleti feladat is. Reméljük, hogy jól sikerült, még nem tudjuk az eredményét. Háromfős családi program ez, ahol anyuka, apuka, gyermek kipróbálhatja, hogy milyen ügyes. Valahol csapatban kell dolgozni, valahol egyedül kell a legügyesebbnek lenni, valahol a gyorsaságot mérjük. Tehát sok-sok olyan képesség, készség, ahol megmutathatják, hogy milyen ügyesek a családok. A szervezők több játékos programot kínáltak a Majálison. Az érdeklődők a tűzoltóknál a rekeszmászást próbálhatták ki. Volt kresszpark, a kisebbeknek pedig ugrálóvár, de kézműves foglalkozások és sok finomság is várta a gyerekeket. Nagyon sok visszajelzésben azt hallottuk, hogy egy olyan értékalapú programot teremtünk, ami nem csak arról szól, hogy hát ha nagyon lazán akarok fogalmazni, akkor csak úgy elsétálgatnak itt a gyerekekkel a szülők, hanem tényleg együtt tudnak egy tartalmas napot itt tölteni, és ezek a programok is, még ha játékosan is, de egy kicsit készségfejlesztőek is a gyerekek számára, és egy közös együttlétet, élményt adnak a családnak. A Körösök Völgye Naturparkba látogatókat egész nap zenés előadások, táncos bemutatók szórakoztatták, és a közkedvelt ligeti vásár sem hiányozhatott a Majálisról. Ez volt a Művészbejáró. Legközelebb is várjuk Önöket magazinunkkal. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!